Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket azon az Isten tiszteleten, amelyen új használatba vesszük az 2021-ben kiadott református énekeskönyvet. Innentől fogva azok a számok, amik ott ki lesznek téve, kizárólag a kék színű énekeskönyvre érvényesek, sötétkékre meg világoskékre. Akinek nem ilyen van a kezében, az még most nyugodtan hozhat magának, mind a három bejárathoz készítettünk. Ezek gyülekezeti példányok, szeretettel kérjük, hogy majd az Isten tisztelet végén mindenki tegye vissza oda, ahonnan elvette. Ha másik kapun megy ki, akkor a másik kapu melletti énekeskönyv csomagba legyen szíves oda tenni, hogy legközelebb is megtalálhassa, aki használni szeretné. A múlt alkalommal a 466. dicsérettel búcsúztattuk el a 1948 óta használatban lévő énekeskönyvünket, most pedig az újat a 90. Zsoltárral, minden reformátusok himnuszával fogjuk elkezdeni használni. Tehát fennállva a 90. Zsoltár első versét énekeljük, és szeretettel kérem, hogy kiki figyeljen majd arra, ami történik, ugyanis a liturgiai bizottság liturgiai javaslatokat is közölt, úgyhogy a mai Isten tisztelet nem teljesen ugyanúgy fog történni, mint ahogyan az eddigiek történtek. Ez egy lehetőség, nem lesz minden vasárnap ugyanilyen. A mai vasárnapon azon így fogjuk Isten igéjét és a vele való találkozást ünnepelni, hogy mindig mondom, hogy mi a következő. A 90. Zsoltár után majd kérem, hogy maradjunk állva. Most tehát a 90. Zsoltár első versét énekeljük. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Mindenható örök Isten, megvalljuk előtted, hogy a mi szívünk olyan sokszor rest arra, hogy benned reménykedjen. Megvalljuk előtted, hogy sokszor csak a fülünkig jut az az üzenet, amelyet te a számunkra készítesz. Megvalljuk előtted, hogy sokszor inkább ragaszkodunk a mi saját járt rossz utainkhoz, mint hogy az általad ajánlott jó utakat követnénk. Könyörögve kérünk mégis arra, hogy bocsáss meg nekünk azokat a bűnöket, amelyekkel az elmúlt istentisztelet óta téged megbántottunk. Könyörögve kérünk, bocsáss meg azokat, amelyekről tudunk, és azokat is, amelyek ismeretlenek előttünk, mert még észre se vettük őket. Könyörögve kérünk, hogy tekints ránk jóságosan, és atyaként szeretettel szólíts meg. Kérünk, add, hogy a bocsánatnak a jó íze átjárja a mi szívünket, egész életünket, és hadd tudjunk ennek az örömével énekelni. Ámen. Helyet foglalva folytassuk az Isten tiszteletünket, a 251. dicséretnek valamennyi versét énekelve. 251. énekünknek mind az öt versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt, míg csak a napnak fénye süt. Nagyon kell figyelni, magamnak is mondom, hogy minden a helyén legyen. Az új énekeskönyvünkben vannak olyan módosítások, amelyek elsőre nem is tűnnek fel, de mégis jó, hogy vannak. Tehát 251. ének, Úr lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fénye süt. Thank you.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amin megírva található az 59. Zsoltárban. Az 59. Zsoltárból olvasom, Urunk, szavait. A karmesternek ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát és öljék meg. Ments meg ellenségeimtől, Istenem, védj meg támadóimtól. Ments meg a gonosztevőktől, szabadíts meg a vérszomjas emberektől. Mert ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, pedig se bűnöm, se vétkem, ó Uram. Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám roncsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg! Hiszen te vagy, Uram, a seregek istene, Izrael istene. Ébredj föl, büntesd meg e népeket, ne kegyelmez az alávaló gonoszoknak. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Szájuk tajtékzik, ajkuk között, mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. De te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá teszed a népeket. Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram. Szeretetével jön felém, Istenem, még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bújdosókká hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. Végezz velük haragodban, végezz velük, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóbon. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek. Magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba kerülök. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem. Urunk, lelke tegye áldottá az imént hallott szavakat, jöjjetek, hívjuk ehhez őt segítségül imádságban. Mindenható örök Isten, megköszönjük neked, hogy te igéddel szeretnéd vezetni a mi életünket. Megköszönjük, hogy nem adod fel az irántunk való jóságot, pedig nem érdemeltük ezt meg. Te mégis tartod magad eredeti döntésedhez, amellyel elhatároztad, hogy akiket elhívtál és kiválasztottál, azokat meg is szenteled. Könyörögve kérünk, add a te drága igédet úgy, hogy azt mindannyian megérthessük, és magunkra vonatkoztathassuk. Könyörögve kérünk, segíts, hogy úgy lehessünk jelen ezen az istentiszteleten, mint akik veled találkozunk, mint akik a veled való találkozás örömével és erejével indulhatnak tovább ennek az életnek az útjaira. Könyörögve kérünk, áld meg ezt a mi ünnepi óránkat, fogadd szívesen a mi hódolatunkat. Ámen. Az énekelt imádság a 264-es számú ének, 264. énekünk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mehetnek, a parókia verandáján feleségem várja már őket. Mi pedig a 264. dicséret egyetlen versét énekeljük imádságos szívvel. Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet! Thank you.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található az Efézusi levélnek az 5. fejezetében, az Efézusi levél 5. fejezetének 18., 19. és 20. versét fogom olvasni. Az Efézusi levél 5. részének 18., 19. és 20. verséből így szól az ige. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg szent lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezen a mai istentiszteleten valami olyasmiben lehet részünk, amelyben az elmúlt időszakban immáron 74 esztendeje nem lehetett. 1948-ban jelent meg ugyanis az utolsó, zsinatilag az egész egyház számára használatra rendelt gyülekezeti énekeskönyv. Mindannyian tudjuk, látjuk és érezzük, hogy milyen végtelenül sokat változott az élet ebben a 74 esztendőben. És szokás azt gondolni, hogy a keresztény egyháznak az a kötelessége, hogy a folyton változó világban ő maga megmaradjon változatlanul. Hogy az ember, amikor ide betér 5-10-20 év szünet után, akkor is megbízhatóan ugyanazt találja, amit korábban itt hagyott. Csak hát ez egyrészt nem tűnik különösebben működő modellnek a mai világban, másrészt nem is igaz, hogy minden ugyanúgy lenne, mert hát nyilván vannak olyan dolgok, amelyek nem változhatnak az egyházban, és azok nem is változnak. Például az üzenet, például az, hogy a Bibliából szól a tanítás, ezek alapvető dolgok. Van viszont, aminek muszáj változnia, amennyiben nem akar az egyház skanzenné, múzeummá változni, ami mellett a hétköznapi való élet elszágult és otthagyja. Magam szeretek a skanzenbe ellátogatni, de azt azért nem tapasztaltam még soha magamon, hogy amikor otthon mondjuk szeretnék egy forró fürdőt venni, akkor azután vágyakozom, hogy de jó is volt, amikor még a fatüzelésű bojlerrel kellett kínlódni, vagy még korábban, hogy tüzet rakjunk ahhoz, hogy legyen egy kis meleg víz a dézsában. Na hát valami hasonló ez is, hogy a skanzen is fontos, de a való élet azt nyilván már felülírta. És ennek megfelelően sok területen történt változás a mi egyházunkban is. 1975-ben kiadták az új Biblia fordítást. Ezt azóta is tökéletesíti, 2014-es a legutóbbi, ezt használjuk. Aztán elkészült az utóbbi években a fordítása, az új fordítása a Heidelbergi KT-nak és a második Helvét hitvallásnak, de több mint 100 év után Kálvin János institúcióját és az új szövetségi kommentárjait is lefordították újra. És ebbe a sorba illeszkedően elkészülhetett egy új, egy modernebb énekeskönyv is végre. Na de miért is volt erre szükség? Magam is úgy vagyok vele, hogy a réginek a javarészét számról tudom, most is, mikor így gondolkodtam, hogy mit énekeljünk, a száma eszembe jutott, de hogy mi a kezdősor, az nem. Tehát én is hasonló cipőben járok, mint némelyek itt a gyülekezetben, én is csak ezt az énekeskönyvet ismertem, eddig a 48-ast. De gondoljunk bele, hogy a sok új fordítással együtt az egyházban is változott például az embereknek a szókincse. Amit a Károli Bibliát minden nap olvasó emberek értenek, a régies sehol másutt már nem használt szavakból, azt azok, akik az új fordítású Bibliát használják, egyszerűen már nem is értik. Helye volt annak, hogy átnézzük az énekeink szövegét ebből a szempontból. Így is láthattátok, hogy ragaszkodtak a veretes nyelvhasználathoz, és ez nagyon helyes, de az is igaz, mert alapvető hitelvünk, hogy egy református énekeskönyvben nem lehetnek olyan szavak, amelyeket az éneklők már nem értenek. Ezért volt a reformáció többek között, hogy értsék az emberek, hogy mit mond a lelkészük, meg hogy mi történik. Aztán nyilván változott az egyházhoz való hozzáállás is. Régen becsületbeli dolog volt a népség nagy többsége számára az egyházhoz tartozni. Legalább ünnepeken részt venni az istentiszteleteken. Azt gondolom, nem csak én látom,
hogy ma ez a többség számára már nem számít becsületbeli ügynek. Sok család teljesen leszokott róla, hogy akár csak karácsonykor is eljöjjön a templomba. Mivel azonban nem akarunk lemondani senkiről, meg kell próbálnunk olyan alkalmakat szervezni, amelyeken ők is otthon érzik magukat, hogy ne egy skanzeni, egy múzeumi élmény legyen az istentisztelet. Ebben nyilván jó segítség lehet, ha például az énekeink nem úgy szólnak, mint 100 évvel ezelőtt, hanem úgy, hogy érthető és élményszerű legyen ezeknek az elénekléssel. És azt is el kell mondani, hogy magához az énekléshez való hozzáállás is sajnos igencsak megváltozott. Nem olyan régen még teljes természetességgel fogtak éneklésbe az emberek, ha örömük vagy bánatuk volt. Manapság még a himnusz alatt is van olyan, aki beszélget vagy cigarettázik egy-egy iskolai ballagáson, évzárón, éneket elvétve hallani. Otthon se nagyon énekelnek már az emberek, sőt, hogyha egy filmet vagy bármit megnézünk a tévében, akkor az ott nyilatkozó celebek, kivéve persze, ha énekesek, de minden más esetben csak azt tudják mondani, hogy hú, ha én énekelek, akkor itt emberhalál lesz, és akkor már nem is énekelünk. Jaj, nehogy szóba kerüljön az éneklés. Sajnos meg sem próbálják, és nyilván amit néznek az emberek, az előbb-utóbb a saját véleményükké is változik. És hát persze nyilván mindenki eldönti, hogy szeret-e énekelni, vagy nem. Ez kinek-kinek a saját döntése, de a mai igehirdetés arról szeretne szólni, hogy csodálkozzunk rá, hogy milyen hatalmas ajándéka és adománya Istennek az, hogy az ember tud énekelni. Ahogy tavasszal az egyházi ének vasárnapján tanított az ige, az most is szeretném, hogy elhangozzon. Az éneklésben például többek között az is csodálatos, hogy igénybe veszi a legtöbb érzékszervünket. Így hát sokkal nehezebb a gondolatainknak elkalandozni akkor, amikor énekelünk, mintha csak beszélünk, vagy magunkban imádkozunk, vagy adott esetben csöndben úrvacsorázunk. A gondolatok olyankor száguldoznak, de ha énekelünk, akkor arra azért csak muszáj odafigyelni. Ebből is látszik, hogy az éneklés egy igen-igen erős fegyver, az elcsüggedés, a kilátástalanság, a kétségeskedés, de a betegség vagy a türelmetlenség fájdalmaival szemben is. És hogyha leszokunk az éneklésről, akkor bizony fegyvertelenül fogunk szembeállni ezekkel a dolgokkal. 3 rövid pontban foglaltam össze az igék üzenetét. Az elsőnek azt a címet adtam, hogy ne sopánkodjunk, hanem énekeljünk. A másodiknak azt a címet adtam, hogy ne a bor vezessen, hanem a Szentlélek. A harmadiknak pedig adjunk hálát az Úrnak. Szóval ne sopánkodjunk, hanem énekeljünk. Mind a két felolvasott ige kétféle viselkedést ír le. Az egyik csoport mind a kettőben az Istennel szemben állók csoportja, a másikba pedig az Isten szeretők tartoznak. És a különbség a két csoport között a gondolkodásban és a viselkedésben érhető tetten. És igen, nem véletlen, a hívő emberek jellemzői között mind a két szakaszban ott van az éneklés, mint eszköz, akár a harcban, akár az ünneplésben. Az elsőként felolvasott 59. Zsoltár Dávid életének egy szakaszára utal. Saul, az első izraeli király, bár ránézésre igencsak királyi volt, sajnos döntéseiben, lelkében istentelen, rettegő, gonosz diktátorrá változott. Isten ezt nem hagyhatta, és ezért titokban felszenteltette a királyi tisztségre Dávidot, a fiatal pásztorfiút. Tehát Saul emberileg gondolkodott, ő nem akarta odaadni a hatalmát, nem tudta elfogadni és beismerni, hogy minden szempontból megbukott. Ezért a valóság ellen kezdett harcolni. Meg akarta öletni Dávidot. Ha megszabadulok a fiútól, akkor már nincs, aki elveheti a királyi hatalmamat. Így üldöztette tervéhez méltó bűnözőkkel Dávidot, Saul király. De hát végső soron nem is Dáviddal volt neki csatája, hanem az élő Istennel. Az Úr akaratát nem tudta elfogadni, ez sodorta őt már eleve is bajba, ezért kellett, hogy elvétessen tőle a királyság, és így
került egyre-egyre mélyebbre, hogy már más emberek halálát is kívánta, hogy valahogyan Isten akaratát befolyásolni tudja. A másik oldalon pedig ott állt a hűséges, hívő Dávid király, aki ugyan kétszer is meg tudta volna ölni Sault, és ezzel véget vethetett volna a saját évek óta tartó menekülésének és a nép szenvedésének, de Dávid, mint hívő ember, az élő Istenre bízta Saul ítéletét. A Zsoltár szerint Dávid látja, hogy Saul emberei keresik, hajtják, és ez őt elkeseríti. És ahogy hallhattátok, szívem is megremegett, mikor olvastam, sok csúnya dolgot is mond rájuk. Muszáj erre kicsit kitérnem, ezeket ne tanuljuk el tőle. Ő azért mondhatott ilyeneket, mert ezek az emberek nem csak neki voltak ellenségei, hanem elsősorban Istennek, amint az előbb is már erre rávilágítottam. És az ténykérdés, hogy az Isten ellenségeit valóban ítélet várja, ha csak meg nem térnek. Dávid Isten uralmát kéri az elfordult Izrael felett, és ehhez el kell tűnniük azoknak, akik romlásba vitték ezt a népet. Itt erről van szó. Mi azonban Jézus Krisztustól azt tanuljuk, hogy áldjuk azokat, akik minket átkoznak, hogy imádkozzunk azokért, akik minket üldöznek. Tehát ilyen átkozódásban és rossz kívánásban Krisztustól tanulva mi soha ne vegyünk részt. A többi viszont, amit Dávid tesz, az mégiscsak követendő a számunkra. Először is Istenhez imádkozik ebben az életveszélyben, benne reménykedik. Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram. A Zsoltár végén pedig Dávid maga teszi meg az összehasonlítást. Ellenségeink, így írja, ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak, jól vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Nos, a Whitefülű bibliaolvasók itt egy szójátékra lehetnek figyelmesek, ami gyönyörűen mutatja az üzenetet. Az istentelen, ellenséges szándékú emberek vinnyognak, míg Isten embere Dávid dicséretet énekel. Micsoda különbség van a kettő között? Milyen szívfájdító, ha egy állat bajba kerül, és azért szűköl. De milyen felemelő, milyen jó a szívből jövő Isten dicséretnek a hangja. A vinnyogó saját kilátástalanságát, saját szomorúságát ordítja bele a világba. Míg az Isten dicsérő az Úr dicséretét, a saját reménységét és elégedettségét mindennek ellenére. És hogy ez mennyire hatásos dolog valóban, arra hadd mondjak egy példát. Egy nyári este egyetemista koromban, még friss jogosítvány birtokában elvittem egy barátomat Szegedre, Békés Csabáról. Elmentünk egy hangversenyre, amin az ismerőseink játszottak. Úgyhogy ott maradtunk a hangverseny után még jó bőven beszélgetni a muzsikusokkal. Elmúlt már éjfél is, mikor a barátom bejelentett, hogy hát ő nem jön velem haza, hanem ha én akarok, akkor induljak el nyugodtan egyedül. Hát ezzel csak annyi probléma volt, hogy mondom, friss volt a jogosítványom, és én addig még soha nem vezettem egyedül éjszaka, pláne nem 100 kilométert, pláne nem teljesen elfáradva. Úgyhogy igencsak féltem attól is, hogy esetleg eltalálok aludni, vagy attól is, hogy az alföldi éjszakában valami jószág elém szalad. Elhagytam Szegedet, minden sötét lett, elkezdtem hangosan templomi énekeket énekelni. Így imádkoztam egyrészt, hogy Isten legyen a társaságom, másrészt, hogy ne érjen semmi baj. Mire hazaértem, olyan boldog lettem ettől a sok szép énektől, meg az Úr szeretetétől, hogy ez az eleinte félelmetes dolog egy vidám, csodálatos élménnyé lett a számomra. Azóta is rendszeresen alkalmazom ezt az eszközt, ha bajban vagyok. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember éhes kutya módjára vinnyog, azaz kilátástalanságban, reménytelenségbe kergeti magát, vagy az Úrról, az Úrnak énekel. Ég és föld a különbség. És a kettőnek a hatása, a következménye is összehasonlíthatatlan.
Láthatjuk az igéből is, ne én legyek a bizonyíték. Dávid, aki életveszélyben volt, boldogan reménykedve énekelt Istennek, és király lett belőle. Saul pedig embereivel együtt elveszett. Nem talált menekülést. A második pontunk, ne a bor vezessen, hanem a Szentlélek. Az efézusi idézet szintén kétféle csoportról, kétféle hozzáállásról beszél. Egyesek bortól részegednek meg, míg mások a Szentlélek áldó hatása alá kerülnek. Az emberek között ismert az alkohol hatása. Feloldja a gátlásokat, egy időre úgy tűnik, hogy átemel a problémákon. Úgy gondolom, hogy a legjobb összefoglalás Saint-Exupéry adja erről a jelenségről, az alkoholizmusról a kishercegben. Mikor a kisherceg egy alkoholistával találkozik, a következő párbeszéd zajlik le közöttük. Miért iszol? Azért, hogy felejtsek. De mit akarsz elfelejteni? Azt, hogy iszom. Aki ehhez az eszközhöz nyúl, a felejtés a problémák elviselhetőbbé tétele miatt, az rettenetes csapdába kerül. Helyzete egyre rosszabb lesz, a megoldás egyre távolabb kerül tőle. A végén már a megoldásnak gondolt állapot felejtése miatt iszik, mert már azt is szégyelnie kell, ahogyan él. Mit állít az apostol szembe ezzel a viselkedéssel? Az Isten lelkével való eltöltekezést. Ahogyan az alkohol megváltoztatja az ember viselkedését, éppen így kell jó irányban meglátszania a hívő emberen a Szentlélek megváltoztató erejének. Megdöbbentő lehet ez a hasonlat, de végül is erről van szó ebben a szövegben. Hogy ne a rossz befolyásoljon és döntsön a pusztulásba, hanem a jó vezessen az üdvösségbe. Mi hívő emberek ezt kínálhatjuk az alkohol vagy a drogok rabságában vergődő embertársainknak. Isten lelkének a társaságát, hogy az Úr őket is megmenthesse. Végül a harmadik pont, adjunk hálát az Úrnak. Nos, itt a Szentlélek vagy a bor vezete valakit, itt egy kicsit azért meg kell állni. Isten szent lelke természetesen Isten akaratát követi, nem pedig a miénket. Isten szent lelke vagy érkezik, vagy nem. Ezt Isten dönti el minden egyes emberre nézve. Azonban ez a három vers itt az efézusi levélben arra figyelmeztet, hogy a mi hozzáállásunk sem mellékes. Hogy a hívő ember semmiképpen ne akarjon alkohol vagy más szerek által felejteni. Ugyanis neki a Szentlélek igazi megoldást és igazi boldogságot kínál. Ne hagyjuk el magunkat. És ebben egymást is segíthetjük, zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel. Mert nem mindegy, hogy mivel fogadjuk egy találkozáskor a gyülekezeti testvért vagy ismerőst, és miről beszélgetünk vele. És az sem mindegy, hogy egy alkohol vagy egy drogbeteget mivel fogadunk. Természetesen nem kell folyton csak az igékről beszélgetni, de Isten szeretete ne maradjon ki. Mert így tudunk egymásnak is segíteni a hétköznapokban, hogy a csapdává váló látszatmegoldások helyett az igazi megoldást válasszák. Magunknak és másoknak is ez az Isten lelkének a társasága adja a szabadulást, a boldogságot. És hogy hogyan függ ez össze az énekléssel, arról Karl Barth svájci teológus néhány gondolatát szeretném még megosztani. Elgondolkodtató, hogy a Márk 14.26 szerint ez a passió történet egy verse, az utolsó vacsora és a passió közötti végső szabadidőt az Úr Jézus és tanítványi köre zsoltárok, dicsérő énekek éneklésével töltötte. Mindebből egyértelmű, hogy a gyülekezet létértelme miatt az Istent dicsőítő ének ereje, őszintesége és határozottsága elengedhetetlen. A keresztény gyülekezet énekel, hiszen ez belső igény, sőt, lét szükséglet számára.
Az éneklés a legerősebb, legkifejezőbb emberi megnyilvánulás, a vox humana az emberi hang által teljesíthető, legjelentőség teljesebb közlés. Ez a jelentősége a gyülekezet szolgálatára és létére nézve is. Biztonsággal kijelenthető. Ha egy gyülekezet nem énekelne, többé nem lehetne gyülekezetnek tekinteni. Ha pedig egy gyülekezet az éneklés területén gyengeséget mutat, imádkoznia kell az ének általi bizonyságtételhez szükséges karizmáért. Eddig az idézet. Tegyük fel hát mindezek fényében a kérdés magunknak. Tudna-e ez a gyülekezet úgy énekelni, hogy az énekünk szívet melengetően élményszerű legyen? Hogy az is kedvet kapjon az énekléshez, a templomba jövéshez, aki eddig nem vett részt ezekben. Van egy remek orgonánk, sok gyülekezet irigykedhet ezért ránk. Egész nagy templomokban egy-két síp szól csak. Vannak orgonistáink, ez is ajándék az Úrtól. És itt vagyunk együtt, ebben a gyönyörű templomban. Szeret az Isten, őriz, erősít, ragaszkodik hozzánk. Sohasem hagyott cserben. Énekünkkel megköszönhetjük ezt neki. És annak erejével, szépségével egyúttal bizonyságot is teszünk az Úrról, azok előtt, akik hallják. Egészen egyszerűen szólva, amikor Istenről énekelünk, imádkozunk, vagy mindjárt majd mondjuk a hitvallást, akkor ezzel egymást is segítjük, mert miközben én mondom a hitvallást, a közben látom, hogy a többiek is mondják, vagy ha nem is látom, akkor hallom. És ezzel egymást is erősítjük, hogy nem csak úgy éppen erre jártunk és leültünk megpihenni, hanem szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Kedves testvérek, nem mindegy, hogy csak vinnyogni tudunk kilátástalanul, azaz panaszkodni, sopánkodni, vagy tudunk az Istent dicsérve énekelni. Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki bortól részegedik meg, hogy megfeledkezzen pár pillanatra rossz életéről, vagy az Isten lelke emeli őt a saját lehetőségei fölé, és így menti meg az örök életre. Nem mindegy. Mi azt tehetjük, hogy nem hagyjuk el magunkat, hanem használjuk a megmentésünkre adott eszközöket. Például az éneklést. Ne engedd, hogy ezt elvegye tőled bárki is, bármire hivatkozva. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának, mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Fennállva énekeljük a 325. dicséretünket, 325. énekünknek az első versét, ezzel az énekkel válaszolunk elsőként Urunk megszólító szavára. Thank you.
Most pedig valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mindenható örök Isten, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy miközben azt ígéred, hogy gondoskodsz rólunk, nem hagysz bennünket eszközök nélkül, szemben önmagunkkal és az ellenséggel. Köszönjük, hogy a mai napon arra hívtad fel a figyelmünket, ami valamikor magától értetődő volt, hiszen az édesanyja is énekkel csitítja a gyermekét, hiszen a gyermek elcsendesedik az énekszóra. Mégis hagyjuk és engedjük, hogy elfelettesse a világ velünk ezt az eszközt, amely tőled való és áldott eszköz, minden olyan esetben, ha valóban a téged dicsőítő szívből szólhat. És mindegy, hogy felismerhető-e az ének, vagy hogy szépnek számít-e a szakmai fül számára. Csak az a fontos, hogy a szívünk szerint benned bízva énekeljünk. Mert akkor te a mi szívünkben elvégzed a te jóságos munkádat. Mert a gondolatainknak is határt szab, hogy figyeljünk arra, amiről éneklünk. Mert akkor egy félelmetes vagy fájdalmas élmény egyszeriben elviselhetővé változik a mi számunkra. Sőt, valódi élményé. Mert érezzük, mert látjuk, mert átéljük, hogy veled van közösségünk. Nem szükséges ehhez valami manipulatív dobszóló, nem szükséges ehhez egyetlen mondatnak a százszor, ezerszer való imamalomszerű ismételgetése. Hiszen nem az élmény az első, hanem a te lelked jelenléte. A fontos csak az, hogy te rád hangolódjunk, és ezáltal valóban rád figyelve épüljünk ebben a veled való közösségben. Hálát adunk neked, jó atyánk, az elődök bölcsességéért, akik a templomhoz méltó orgonáról is gondoskodtak. Hálát adunk azért, hogy lehetőséget adtál, hogy ezt az orgonát mi korszerűsíthessük és állandó használatban tarthassuk. Hálát adunk azért, hogy vannak, akik ezt a hangszert használják. Jó atyánk, könyörögve kérünk, hogy áld meg az orgonistáinkat. Kérünk, hogy helyezd az ő szívükre is azt a felelősséget, hogy milyen óriási dolog, hogy az ő segítségükkel dicsőítheti ez a gyülekezet a te élő, háromszor szent nevedet. Könyörögve kérünk ad, hogy ebben az elkötelezettségben ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez az éneklés élményszerű és téged dicsőítő had lehessen. Hálát adunk az új énekes könyvünkért is, azoknak, a testvéreinknek a végtelen sok munkájáért, akik ezt az énekes könyvet elkészítették. Köszönjük az ő bátorságukat is, hiszen tudjuk, hogy az énekes könyv is olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá. Könyörögve kérünk, segíts, hogy minden ellenérzést félretéve örvendezzünk annak a gyönyörű eredménynek, amit ez az új énekes könyv jelent. Könyörögve kérünk, add, hadd tudjon megelevenedni, megéledni a mi Isten tiszteletünk ettől. Kiáltunk azokért a gyülekezetekért, ahol vagy az orgona, vagy a hozzáértő orgonista hiányzik. Kérünk segíts, hogy hadd lehessenek oda is majd olyanok, akik legalább egy gitárral, vagy egy hegedűvel, furujával az éneklés szebbé tudják varázsolni. Könyörögve kérünk, add, hogy tudjon valóban ez az énekeskönyv jó hatást kifejteni a mi egyházunkra. Kiáltunk hozzád, segíts, hogy legyen szabadulás mindannyiunknak a nehézségek, fájdalmak szorításából. Kérünk ad, hogy ehhez használjuk az éneklést, mint eszközt, hogy valóban megteljen a mi szívünk a beléd vetett reménységgel. Kiáltunk hozzád azokért az embertársainkért, akik alkohol vagy kábítószer, vagy egyéb függőség rabságában szenvednek. Könyörögve kérünk add, hogy ne intézzük el őket egy legyintéssel, hanem ha módunk van rá, akkor a te jóságodat próbáljuk egy mondattal, egy mosollyal, vagy egy érdeklődő kérdéssel előttük felmutatni.
Kérünk, lelked által segíts, hogy ne legyen ez hiába való. Hadd tudjon megszabadulni mindenki a sátán szörnyűségei közül az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Kérünk, hogy áld meg testvérgyülekezetünk Nyárád magyaros közösségét, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai testvéreinket, és valamennyi magyar szélese világon. Kérünk, add, hogy ez az énekeskönyv közöttünk magyar reformátusok között hadd lehessen végre egy összekötő kapocs, hiszen ez lesz az egyik jele annak, hogy valóban magyar református egyházban gondolkodunk és élünk. Könyörögve kérünk, legyél velünk a ránk következő napokon is, adj vigasztalást a fájó szívűeknek, gyógyítsd a betegeket, legyél a gyermekeinkkel, kérünk segíts, hogy tudjuk őket egészséges szellemben nevelni, hogy ne a tévé meg a celebek neveljék fel őket valami olyasmire, amiből aztán rájuk se fogunk ismerni. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tegyük meg mindazt, amit mi tudunk ezért tenni. Így áld meg, kérünk, a hittanoktatást, a gyermekistentiszteltet, a palántakört. Kérünk, hogy így áld meg a fiatal szülők irányába való valamennyi nyitást, hogy érezzék és lássák, hogy ez a te törődésed, mert te szeretnéd az ő életüket is jó irányba vezetni. Kérünk, legyél mindnyájunkkal, csak te tudod, hogy miben lesz szükségünk a te semmi máshoz nem fogható erődre. Kérünk ad, hogy számítsunk rád, és ismerjük fel, amikor cselekszel. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk étkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most és mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Rékasi Károlyné Cihat Emília kisközi testvérünk 96 esztendős korában elhunyt. Temetése 12-én jövő szerdán 3:41-kor lesz az újpesti Megyeri úti temetőben. Szeretettel kívánunk vigasztalódást fájó szívű családtagjai számára. Továbbá az emlékharangokat is hirdetem, amelyek fognak szólni. A mai napon fog szólni 5 emlékvers a Sipos és a Sille család régebben elhunyt tagjainak emlékére. Azután október 10-én 2 emlékvers fog szólni Török Lajosné Bötkös Margit halálának a 20. évfordulóján. Ugyancsak 10-én fog szólni egy-egy vers Liptai József 27 éve, valamint ifjú Liptai József 18 éve elhunyt testvéreink emlékére. Ugyancsak 11-én fog szólni 2 vers Pásztor Mihály és régebben elhunyt családtagjai emlékére. 11-én emlékeznek szerettei 3 emlékversel idős Szimélkó Sándor halálának az első évfordulójára. Következőekben pedig október 12-én Liptai Józsefné, Budai Erzsébet 15 esztendeje, valamint Budai István és Budai Istvánné régebben elhunyt testvéreink emlékére egy-egy vers, tehát 3 vers fog szólni. Október 15-én pedig a 34 esztendeje elhunyt Sipos Lajos emlékére egy vers, 30 éve elhunyt felesége Sipos Lajosné Budai Julianna emlékére egy vers, a Sipos és a Budai család régebben elhunyt tagjai emlékére úgy szint egy vers fog szólni. Legyen áldás elhunyt szeretteink emlékén, illetve a rájuk emlékezőkön. Szeretettel és köszönettel hirdetem az adományokat is. Isten dicsőségére egy család 10 000, egy másik család 10 000, templom felújításra egy család 20 000, egy özvegyasszony testvérünk 6 000 forintot ajánlott fel.
Köszönjük a felajánlásokat, illetve a persejekbe elhelyezett adományokat is. Áldja meg az Úr a jókedvű és bőkezű adakozókat. Itt szeretném megemlíteni, hogy a nyilvántartás szerint a pénteki, vagy hát a szombati napig nagyjából 580 testvérünk fizette be az idei esztendőre az egyház fenntartói hozzájárulást. Nekik ezt nagyon hálás szívvel megköszönjük. Ugyanakkor szeretettel buzdítjuk azokat, akik még nem rendezték ezt, hogy az év végéig, karácsonyig legkésőbb tegyék meg, hogy befizetik az egyház fenntartói hozzájárulást. Ez az a bevétel, amivel az egyház nagyjából tervezni tud, amelyre szüksége van. Az befizetők rekordja a mi 10 évünk alatt 956 fő volt, mostanában olyan 800 és 850 között szokott lenni, tehát gyakorlatilag legalább 300-an még nem fizettek egyházfenntartói hozzájárulást, azok közül, akik az elmúlt években ezt fontosnak tartották. Szeretettel kérjük, hogyha most is fontosnak tartják, akkor rendezzék majd ezt az összeget, ez 4000 forint minden felnőtt és kereső emberre nézve. Szeretettel hirdetem tehát, hogy az énekeskönyvekből lehet még vásárolni 2500 forintért. Itt lesz nyilván a templomban is, ahogyan most volt, ezek bepecsételve itt vannak, a gyülekezet tulajdonát képezik. Azonban az is egy nagyon jó dolog, ha valakinek van saját énekeskönyve. Azt gondolom, hogy ez a 2500 forint, ez manapság már, hát azt nem mondom, hogy egy gyufa ára, de nem nagyon sokkal több. Különösen, hogy keménytáblás és rengeteg minden van benne. Imádságok és minden egyéb, tehát ezt nagyon hasznosan lehet hétközben is használni, otthon egyedül akár. Úgyhogy jó szívvel ajánljuk a testvéreknek. Köszönjük, hogy nagyon sok fogyott belőle, sokkal több, mint amennyit én tavaly novemberben feltételezni mertem, de ha elfogyna mind, akkor még tudunk rendelni, tehát tessenek jelezni, és akkor még egy darabig, talán az idei évben még marad ez a 2500, utána majd a rányomtatott 3300-ért fogják árulni, gondolom, úgyhogy akinek van szándékában, az mielőbb jelezze. Szeretettel hirdetem, hogy a szombati hivatali nyitvatartás változott. Nem vagyunk 10 óráig nyitva szombaton, hanem 8 és 9 között ez a lehetőség. Ez azért lett annak idején bevezetve, mert ha valaki egész hétközben, vagy hétközben minden nap dolgozik, reggel 6-kor elmegy Budapestre, este 7-kor hazajön, de mégis szeretne hivatali ügyet intézni, akkor erre lehetőséget kapjon. Szeretettel kérjük, hogy 8 és 9 óra között jöjjön szombaton, aki szeretne hivatali ügyet intézni. Ezeket az órákat azért tartjuk, mert ilyenkor kicsit kötetlenebbül el lehet beszélgetni, és nem csak az ügynek a lerendezése történik, úgymond, hanem kicsit közösségben is lehetünk. Jó szívvel ajánljuk a testvéreknek. És még az alkalmakat kell hirdetnem, ma 2-től ima óra lesz, kedden 6:30-tól biblia óra, a jelenések könyve 13. fejezetét folytatjuk, szerdán 6 órától kóruspróba lesz, csütörtökön 9-től a másik biblia óránk, pénteken 9 órától babamama kör, délután 4-től kézműves palántakör, 5 órára várjuk a konfirmációi felkészítőre a fiatalokat, és ez átalakul játékos palántakörré, és aztán így ér véget nagyjából 6 óra 20 tájékában, ahogy erről a családokat tájékoztattuk. Ugyanezen a pénteken lesz az egyházmegyei tanácsnak az ülése, ez 20-25 személyt jelent, részben lelkipásztorokat, részben gondnokokat, gyülekezeti tagokat, akik az egyházmegyénk tanácsosai. 5 órától 8 óráig fogunk tanácskozni a gyülekezeti teremben. Szeretettel köszönjük a sok-sok jelzett felajánlást édes és sós süteményekre nézve. Akinek szándékában van készíteni valamit, szeretettel hirdetem, hogy pénteken délután elegendő, hogy ez eljusson ide, úgy 4 óra tájékára nagyjából, mert 5-re jönnek majd a tanácsosok, és akkor még talán van valamennyi idő elkészíteni. Természetesen, ha valaki hamarabb szeretné hozni, arra is van lehetőség. És köszönjük szépen még egyszer a testvérek szolgálatkészségét, és ha jó atya segít, akkor mához egy hétre, vasárnap istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan pedig gyermekistentiszteletet. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora,
záróének gyanánt pedig a 282. éneket keressük meg. 282. énekünk első, második és ötödik versét fogjuk énekelni. Ez pedig azért választottam ezt az éneket, hogy lássuk, hogy milyen remek megoldáshoz is folyamodtak az énekeskönyv szerkesztői, ugyanis ez egy nagyon régóta ismert igazi református dallamunk, Tinódi Lantos Sebestyénnek a dallama, a régi énekeskönyvben a 475-ös számú ének volt, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Ennek a dallamára van ez a mostani szöveg, tehát a dallamot nagyon gyönyörűen ismerjük, és biztosan is, és ugyanarra a dallamra egy másik szöveget énekelünk, és azt is tetszenek látni, hogy mindenhol ott van a kotta, tehát valamit segítséget mégis mutat, hogy merre kanyarodnak ezek a gombócok. Nem kell már lapozgatni 200 oldalakat, hogy hogy is volt az ének, hanem minden egyes éneknél ott van a dallam akkor is, hogyha az egy másik éneknek is a dallama. Tehát ez a 282-es, hálát adunk neked, örök Úristen, az első, a második és az ötödik versét énekeljük nagy odafigyeléssel. Ezelőtt még megköszönöm a Danubia Televíziónak a közvetítés lehetőségét, áldást kívánunk a televízió munkatársainak az életére, illetve azoknak az életére is, akik a televízión, illetve interneten keresztül csatlakoztak a mai istentisztelethez. Szeretettel kívánunk kedves minnyájuknak áldott vasárnapot, engem szólít a kisoroszi szolgálat, úgyhogy most kívánok ezúton is mindenkinek sok-sok örömet a következő napokra, és a 282. ének első, második és ötödik versét énekeljük. Thank you.